Én a szervező szemével szeretnék ránézni és rámutatni a digitális esélyegyenlőség helyzetére, problémájára. Az eddigi előadások egy rendkívül nagy feszültséget ébreszthettek mindannyiunkban, nevezetesen Alföldi István a digitális esélyegyenlőségről, mint problémáról beszélt, és Nyírő András pedig a megoldásról beszélt, közötte az egésznek a tudományos megalapozottságot, hátterét hallgattuk. A kérdés az, hogy akkor mi a probléma? Miért nem működik, hogyha ennyi mindent tudunk a dologról, hogyha megoldásunk van a dologra, akkor mit tudunk Alföldi Istvánnak mondani, hogy miért probléma ez az egész? Nézzük először, vegyünk egy egyszerűbb kérdést, ami része a digitális esélyegyenlőségnek, hogy mi okozhatja a problémát. Ugye 15 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy legyen távmunka. Ugye, akik annak idején már ezen a területen dolgoztak, emlékeznek erre. Legyen távmunka, és ma pedig azt mondjuk, hogy azt kérdezzük, hogy tulajdonképpen miért nincsen távmunka, miért nincs ebben a tekintetben áttörés. Nos, azért nincs áttörés, azért nem jelent például megoldást a távmunka, akár a digitális esélyegyenlőség területén is, mert a dolog sokkal összetettebb, sokkal komplexebb, mint amit azt eleinte gondoltuk. Ugye először is felmerül a kérdés, hogy milyen munkáról van szó, honnan jön ez a munka, üzleti szférából, civil szférából, vagy a közszférából, hol végzik ezt a távmunkát, ugye nem egyszerűen csak otthonról, hanem más helyek is szóba jöhetnek, vagy ki az, aki dolgozik. Aki dolgozik, ő egy fiatal, most végzett, aki nem talál magának állást, akár azok egy netokrata az illető, vagy teljesen képzetlen, vagy netán fogyatékos. Egészen más jellegű a probléma ezekben az esetekben. Milyen eszközökkel dolgoznak? Melyek azok a speciális eszközök, ugye gondoljunk például a fogyatékosok körére, vagy milyen közvetítő technológiák segítik ennek a munkának a biztonságos végzését? Milyen feltételek szükségesek még, akár az alkalmazási formák, akár a adó, tehát a gazdasági háttér, vagy a ráképzés, de beszélhetnénk a jogi feltétel egyebekről. És a válasz tulajdonképpen az eredeti kérdés, hogy miért nincs átütő módon nem működik támunka, az tulajdonképpen ennek az egésznek a komplexitásában van, az összműködésében mindazoknak a tényezőknek, amelyekről beszélünk. Most azt mondjuk, hogy legyen ebbe fogadás. Akkor nézzük végig azt, hogy tulajdonképpen miért nem áll össze olyan hatékony modellekké az ebbefogadás, mint amit országosan és teljes körűen, mint amit Nyírő Andrásról hallottuk. Először is az elbefogadás kép problémája a távmunkához képest, amelyik önmagában véve, mint láttuk, bonyolult dolog, és ez a bonyolultsága okozza a problémát, az összműködése okozza a problémát, még sokkal bonyolultabb. 15-20 célközönségről beszélünk. Egyike a fogyatékosok, idősek, munkanélküliek, és így tovább. Romák, stb. 15 ilyen nagyon jelentős csoport, egyébként ezeknek a nagy része azonos személyeket jelent, tehát halmozottan hátrányos emberekről is van sajnos szó, és tulajdonképpen a lakosságnak a jelentősebb része érintett. Tehát sokkal-sokkal bonyolultabb problémáról van szó, mint a támunka. Menjünk, nézzük végig, hogy melyek ezek a tényezők, és utána szeretném példákkal igazolni, vagy végigfutni azon, hogy tulajdonképpen az egyes területeken azt lehetne mondani, hogy
majdnem minden megtörtént, aminek meg kell történnie, tehát minden elemével foglalkozunk a kérdésnek, vegyük sorra például szolgáltatások. Tehát vannak-e e-befogadási szolgáltatások? Három szintről beszélhetünk, helyi szintről, térségi szintről, illetve országos vagy akár nemzetközi szintekről is beszélhetünk már. Tehát kapnak-e az érintettek különböző szolgáltatásokat? Azt lehet mondani, hogy lényegében ezek a szolgáltatások rendelkezésre állnak. Az akadálymentesítés akár jogi formában biztosítható, tehát megvannak azok a szabályok, standardek, amelyeket alkalmazni kell, ennek mozgalma van. A társadalmi közvetítés, tehát hogy a szolgáltatások és megfelelő segítséggel jussanak el az érintettekhez, szerveződik, ez már Magyarországon OK és szakma, a IT kommunikációs szolgáltató szakmakörbe tartozik, tehát ez is, ebben is történt eredmény, van megoldás. Az üzleti tervezés, üzleti modellek kérdése, Nyírő Andrásról nagyon szép üzleti konstrukciót láttunk. Sajnos ezen a területen még elég gyengék vagyunk. Ugye itt a probléma az, hogy nem egy egyszerű adásvételről van szó, tehát valaki ad nekem valamit, vagy nyújt, és én azt kifizetem, hanem valaki megfinanszíroz valakit, hogy egy harmadik félnek nyújtson szolgáltatást. Ez a fajta, és hogy ez hogyan kontrollálódik. Tehát ez az üzleti modell még igazán, vagy ennek az üzleti modelljei gyerekcipőbe járnak, tehát ez itt valóban gyenge pont. Ami az eszközöket, hozzáférést illeti, nagyon-nagyon jó, sok jó példa van. Az, amit Andrástól hallottunk, az csak az egyik jól működő megoldásoknak. Én, mikor készültem erre az előadásra, összegyűjtöttem azt, hogy az e-befogadás területén ehhez hasonló jó megoldások melyek vannak, amelyeket mit most szóba hozok. 80-nál álltam meg. Ebből egy a wifi falu. Tehát egyszerűen döbbenetes az, és ez most nem véletlenül a hozzáférés kapcsán jutott eszembe, a hozzáférést illetően van a legtöbb jó megoldás ezen a területen. Tehát akár az otthoni hozzáférés, akár közösségi hozzáférés, vagy akár intézeti hozzáférések tekintetében nagyon jó megoldások működnek Magyarországon. A rendelkezésre álló hardverek, illetve szoftverek, és itt mindig konkrét célközönségekre tessék gondolni, vakok számára, például fogyatékosok számára, idősek számára, és így tovább. Ezek az eszközök, akár a speciális eszközök is, külön program, EU által támogatott program eredményeként készülnek, nagy egy részük kísérleti stádiumban, de bevált jó eszközök is vannak. Hanák Péter itt ül közöttünk, aki például ennek a programnak a vezetője, tehát ezek az eszközök, a speciális eszközök is tulajdonképpen rendelkezésünkre állnak. Célcsoportokat illetve, kikről beszélünk. Ugye említettem, 15-20 célcsoportról van szó, de mi is a helyzet ezekkel a célcsoportokkal? A személyes képességek, ugye az egyszerűsített Alföldi Istenféle modellbe, ugye hozzáférés, képesség, illetve motiváció. A helyzet az, hogy ugye a képességek, motiváltság olyan megoldások, modellek keretében lehet igazán fejleszthető hatékonyan, ahol a problémát, ahol a feladatot közösségben próbálják megoldani. Nyírő András példája rendkívül jó, hiszen átsütött belőle a közösségnek, ugye önkormányzat, vagy a kisebbségnek, mint közösségnek az aggodalma, a munkája, működése, együttműködése annak érdekében, hogy ez a program, és a helyi közösségekről beszélek, megvalósuljanak. Nagyon sok olyan megoldás van e között, a 80 között, amelyik közösséget tesz a megoldás mögé, és ez tulajdonképpen válasz arra, amit Csepeli György mondott, hogy itt kultúra teremtésről, kultúra formálásról, kultúra közvetítésről van szó. Tehát azok a megoldások lesznek igazán a nyerők, azok fogják azt a tömegesítést biztosítani, hogy Alföldi István beszélt, hogy ezrekre vannak megoldásaink, milliókra nincsenek megoldásaink, hogyha ezek az úgynevezett
kultúra közvetítő megoldások kapnak igazán teret, ott lesz mód. Ugye arról van szó, hogy a kultúra ad értelmet annak, hogy ezeket az eszközöket használjuk, ott lehet hatékonyan fejleszteni a képességeket, ott a motiváció magától értetődően megjelenik, és megjelenik az a szervezettség is, ami ezeknek a célcsoportoknak a részvételéhez nagyon fontos, illetve akkor van esélye egyáltalán érdekérvényesítésre ezeknek a csoportoknak, tehát hogy megszerezzenek olyan lehetőségeket, amelyek ezeket a megoldásokat számukra biztosítják. Ami a tudás és emberi erőforrásokat illeti, tehát hogy mi egy ilyen elbefogadási programot végre tudjunk hajtani, azt mondhatnám, hogy elég jól állunk. Tudományos ismeretek, ugye ennek nagyon szép példáját élvezhetünk ma, rendelkezésre állnak, nagyon jó kutatóintézeteink vannak, amelyek, sőt, nemzetközileg magas szinten elismert kutatóink, illetve intézeteink vannak tekintetben. Itt inkább a probléma az, hogy ezeknek a tudományos kutatásoknak a fenntartása, a folyamatos követése a helyzetnek, illetve a folyamatos megalapozása az új megoldásoknak, ezek a feltételek azért itt még hiányoznak. A tudás transfer, az eredmények, megoldások átadása sajnos gyenge pont. Tehát az én számomra is novum volt az a 80 tétel, amit sikerült összegyűjtenem, és nagyon jól tudom, hogy ez nem általános tudás, általános ismeret. Tehát nem élünk azzal a lehetőséggel, hanem a fejlett országok nagyon komoly gyakorlattal rendelkeznek, nevezetesen, hogy az elért jó eredményeknek a terjesztése a fejlesztésnek az egyik alapvető motorja, hanem a legfontosabb motorja. Ami a szakmafejlesztést illeti, tehát hogyan intézményesül ez a tevékenység, ez a tudás, ez a készség, ebben is ugye az előbb már említettem, kezdő lépéseket megtettünk. Magyarország nagyon közel áll ahhoz, hogy a világ első között elindítsa a közösségi informatikát, amelyiknek egyik jeles híve képviselője hamarosan meg fog szólalni és beszél, talán erről is. Tehát megérett a helyzet ahhoz, hogy az elbefogadással is mélyen foglalkozó közösségi informatika, mint szakma, mint intézményes képzés megjelenne, akár egyetemi szinten is Magyarországon. Ami a társadalmi és a gazdasági tényezőket illeti. A gazdasági ösztönzés kedvezmények kérdése esetleges, eklektikus, vannak ilyen próbálkozások, voltak, ugye emlékezzünk, adókedvezmény, sulinet, támogatás, és így tovább. Tehát ilyen ösztönzések vannak, de ezek, még egyszer mondom, esetlegesek, véletlenszerűen, és nem olyan átfogó jellegűek, amelyekre hosszú távon építeni lehet. Mondanék egy példát, ami a magyarországi teleház mozgalomban például folyamatos támogatás nincsen. Kanadában ugyanezt 7 évre garantált támogatásokkal oldották meg. Tehát 7 évre előre számítani lehetett arra, ennyi időt adtak támogatással, hogy építse fel, alakítsa ki magát egy-egy ilyen közösségi hozzáférési hely. Tehát ilyen jellegű, kiszámítható gazdasági ösztönző rendszereink nincsenek. Ami a társadalmi befogadást illeti, tehát hogy hogyan gondolkodunk erről az egészről, az elbefogadásról általában, én azt gondolom, hogy itt azért nem állunk rosszul. Konszenzus van abban a tekintetben, hogy ez fontos, ez szükséges. Tehát egy ilyen politika biztos, hogy pozitív fogadtatásra találna a társadalom széles rétegében. Ami a jogi kereteket illeti, egy példát szeretnék mondani. Sokat gondolkoztam, hogy szóba hozzam-e vagy sem, de nem bírom megállni. 2007-ig a szociális törvényben benne volt egy olyan szociális alapszolgáltatás, aminek az volt a neve, hogy szociális információ ellátás, mint kötelező alapszolgáltatás. 2007. január 1-jével ez a néhány szó kikerült a törvényből. Tehát ma formálisan a szociális szférának ez, mint önálló alapellátási forma, nem kötelezettsége. Tehát ez egy jelzés arra, hogy mennyire nem egyértelmű a
az állami szerepvállalás ezen a területen, és ugye az alap probléma az, és ezzel kapcsolatban fogalmazom meg majd az egyik javaslatomat, hogy a digitális szolidaritás, ugye, ami az esély egyenlőséghez vezető cselekvés, az ma Magyarországon jogi szempontból nincs deklarálva, nem közfeladat. Tehát a jogi keretek, a jogi háttér, annak ellenére, hogy csináljuk, az állam is csinálja, civilek is, tudomány is, és az üzleti szféra is részt vett benne, ez, mint kötelezettség az állam részéről nincsen kimondva. Ami pedig a politikai akaratot illeti, úgy néz ki, hogy mostanára az elmúlt hónapokban rendeződtek a sorok, egyértelmű a politikai akarat EU szinten és hazai szinten, ugye az ötpárti megállapodás ezt dokumentálja, hogy ez a dolog fontos, ezt akarjuk, ezt tenni kell. Mi tehát akkor a probléma? Hát a probléma valószínű, hogy a menedzsmentben, az irányításban, a szervezésben, az összefogásban, a koordinációban van, és ezzel kapcsolatban szeretném megfogalmazni a javaslataimat, ajánlásaimat. Az első az lenne, hogy ezt a feladatot, mint kötelező állami feladatot telepíteni kellene véleményem szerint a szociális ágazathoz. Tehát nem csak azt visszahozni, hogy szociális információ ellátás, mint alapfeladat, ez kerüljön vissza a törvénybe, ahogy kikerült belőle titkon tavaly január 1-ével, sokkal átfogóbb módon kellene törvénybe iktatni, mint közfeladatot, amely szociális informatika részeként széles ágazati és szektori intézmény rendszer kell kiépíteni, és ennek a csíráját hallottuk Andrástól, egy elemét pontosabban, ami lehetne ennek az intézményrendszernek egy fontos eleme, és én nagyon hálás vagyok, hogy ezt hallhattam, és megerősít benne. És végül a digitális szolidaritási hálózat szolgáltató pontjaiként működnek azok a jó megoldások, amelyeket megtapasztalhatunk, amelyek működnek, és amelyeknek egyik kiváló, kitűnő képviselő volt a Wifi Falu. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm Gáspár Mátyás előadását, amelyben hát itt a zárszóval számos feladatot, teendőt fogalmazott meg nagyon sokunk számára. Ezzel a délelőtti blokk első felén túl vagyunk. Egy kávészünet következik, mely kávészünet azt hiszem ragyogó alkalom lesz a három meghallgatott előadás és Alföldi István áttekintő bevezetőjének a egymás közötti megvitatására. Én tisztelettel buzdítom önöket, hogy éljenek ezzel a kávészünettel ilyen szempontból is. Én magam részéről nagyon hálásan köszönöm minden előadónak az előadását. Rendkívül érdekfeszítő és nagyon gazdag előadásokat hallhattunk. Köszönöm szépen, 11:25-kor folytatjuk.